az, hogy most a pénzt valójában hogy használjuk föl, és hogy mikortól datálódik az, hogy egy embernek a gondolatai már másképpen járnak, azok lehetnek világesemények, de lehetnek akár az Istennel való kapcsolatunkból fakadó döntések és meglátások is. Áldás békesség, üdvözlöm Önöket! Molnár Ambrus vagyok. Műsorunkban fontos közéleti kérdésekkel foglalkozunk, református szempontból is. Mai témánk a pénz, tartsanak velünk! Mai világunkban nem sokat beszélünk a pénzről, tabu témának számít. Pedig mind a társadalomban, mind pedig a Bibliában fontos hangsúlya van. Jézus többet beszél a Bibliában a pénzről, mint az imádságról vagy a megbocsátásról. Éppen ezért keresztényként mi sem hallgathatunk. A mai műsorunkban a pénzről beszélgetünk meghívott vendégemmel, Plicher Zoltánnal, vállalkozóval, üzletemberrel. Mi a pénz jelentősége az életben? Nagyon nagy jelentősége van a mindennapjaink során, akár a magánéletünkben, akár az üzleti életben. Az nagyon fontos szempont, hogy célként vagy eszközként tekintünk a pénzre. Mit jelent célként tekinteni? Hajszolni, minél többet elérni, vagy pedig eszközként a meglévő javainkat felhasználva kifizetni a számláinkat, vagy megélhetésünket biztosítva, a gyermekeinket nevelve használjuk a pénzt, és nem mindegy, hogy melyik úton haladunk. Ez, amit mond, ez egy fontos gondolat, az a pénzkezelési szokásainkról, illetve a felhasználásáról szól. A pénz önmagában az egy forradalmi dolog, mert ezen keresztül egyébként az élethez szükséges dolgokat meg tudjuk szerezni. Önmagában egy semleges eszköz, amit tudunk használni arra is, hogy építsünk, és tudunk használni arra is, hogy romboljunk vele. Mi alapján dől el az, hogy akár célként, akár eszközként, hogyha már ezt a kettőt említette, bánunk a pénzünkkel? Mit mutat meg rólunk az, hogy mit is kezdünk az anyagiakkal? Hogy költöd a pénzedet, mutasd meg, és megmondom, ki vagy. Tehát nagyon nem mindegy az, hogy hogyan bánunk a pénzzel, hogyan kezeljük a pénzt, mennyire vagyunk felelősséggel a pénzköltésünk terén. Ugye most, ahogy az elmúlt években jöttek olyan nem várt események, akár gondolok itt egy Covid-ra vagy egy háborúra, amikor az ember azért elgondolkodik dolgokon, és a biztonságot helyezi előtérbe. De a felhasználási terület ugye az számtalan. A legfontosabb, hogy vannak olyan területek, amikre muszáj áldoznunk a pénzt. A pénz egy csereeszköz. Kapunk egy számlát, kifizetjük, bemegyünk egy boltba, vásárolunk, kifizetjük, de nem is mindig a kezünkben jelenik meg ez az eszköz, van, hogy csak átfolyik a bankszámlánkon, jön a fizetésünk és megy a fizetésünk a számláról. De a felelősség teljes beosztása szerintem a mai világban nagyon fontos a pénzzel kapcsolatban. Azt szeretném már itt az elején leszögezni, hogy ez a beszélgetés úgy hiteles, hogyha őszinte és van benne bizonyságtétel is. Én sem voltam mindig feltétlenül olyan valaki, aki a pénzt megfelelő módon kezelte. Sokszor a feleségem volt az, aki visszahúzta a kantárt, mert én hajlamos vagyok még a mai napig is elszállni, mert én nagyon szeretek adni, és nagyon szeretek másokon segíteni, meg másoknak örömet szerezni, és ez a része is elvitt, de azért a világi értelemben véve a pénzköltés az is elvitt. És ugye itt azért meg kell különböztetni azt, hogy például egy szerencsejátékra költjük-e el azt a pénzt, vagy még nagyobb házat szeretnénk, vagy még szebb autót szeretnénk, vagy pedig megelégszünk azzal, amit az Isten ad nekünk, és azt úgy használjuk fel, hogy aztán avval el is tudjunk számolni, és hogy azok, amikre igazán szükségünk van, akár a számláink kifizetése, a gyermekeink tanítatása, vagy a megélhetésünk, azokat a területeket, mint hívő ember is, hogyan tudjuk kezelni.
Nagyon sok témát említett itt az előbb. Egy picit visszamennék a legelejére, a mondandójának a legelső gondolatára. Említette azt, hogy itt az utóbbi idők társadalmi eseményei, akár mondjuk a pandémiára vagy a háborúra gondolunk, úgy megrengette a társadalmunkat, és egy másfajta pénzkezelési szokásra kényszerített rá bennünket, vagy ezt az utat hagyta nyitva. Alapvetően miért, milyen volt korábban? A takarékoskodást említette, hogy látjuk annak szükségességét, hogy egy veszélyes világban élünk, és alapvetően emiatt szükséges gondolnunk azokra az időszakokra, amikor mondjuk kevesebb pénzünk lesz, mert eddig nem gondoltuk azt társadalmi szinten, hogy veszélyes világban élünk. A pandémia és a háború tette ezt számunkra világossá? Nem feltétlenül, de az biztos, hogy szembe jött a valóság. Tehát én azt gondolom, hogy egy jóléti társadalomban élünk, és bocsánat, hogy ezt mondom, de minden a pénzről szól. És ez mit jelent? Az azt jelenti, hogy a legfontosabb eszköz lett az életünkben. A legfontosabb célként tekintünk rá, hogy minél több legyen. És sokszor féktelenül költekezünk, és nem gondolunk esetleg a holnapra. Mert a mában élünk, és akkor ami ma megadatik, az hadd jöjjön. És én is sokáig hajlamos voltam erre, de mi a pandémiában majdnem tönkrementünk, és ott nagyon erősen az Úr a szívemre helyezte azt, hogy sokkal nagyobb felelősséggel kell kezelnem nekem is, akár a családi kasszát, akár a céges kasszát. Tehát korábban is nyilván, hogy azok az emberek, akik beosztással tudnak élni, azok az emberek, akik gondolnak a holnapra, mert bármikor megbetegedhetnek esetleg, vagy csak jön egy fogászati kezelés, ami pénzbe kerülhet, vagy ott van a gyerekeknek az iskolasztatása, akár gondolok egy egyetemre, vagy bármilyen más olyan dolog, ami váratlan esemény, beázik a tető, teljesen mindegy. És hogyha nem gondolunk arra, hogy okosan gazdálkodjunk, akkor bizony jöhetnek a meglepetések, és a hirtelen kapkodások, és a kölcsönök, és minden egyéb. Ez már megint túlmutat a kérdésen, egy kicsit megint előrébb megyünk, de hogy ezek egymásra épülnek, úgy gondolom. És amikor bejött a pandémia, meg a háború, azért hát csak gondoljunk el egy kárpátaljai családnak a helyzetét. Hogy én nagyon sokszor imádkozom értük, hogy ezek az emberek, akik ott élnek, ők tényleg nagyon nehéz helyzetben vannak. De lehetne Magyarországon is találni erre példát, hogy milyen nehéz helyzetbe kerültek, bizonyos üzletágak kapcsán is például a pandémia. Mert az, hogy mondjuk a futár cégeknek a forgalma, meg a mondjuk egy olyan cégnek a forgalma, aki mondjuk akváriumokkal foglalkozik, vagy a kertépítés, amikor az emberek otthonukba kényszerültek, és vagy kertészkedtek, vagy halat neveltek, de mindenki online rendelt, és akkor ezeknek a cégeknek a forgalma ugye megnőtt, de mások meg tönkrementek. És én nagyon hálás vagyok az Istennek, hogy megtartott bennünket, mint családilag is, akár mint vállalkozásilag, de nagyon nehéz volt. És ilyenkor szerintem, amikor az ember belekerül egy ilyen helyzetbe, hogy nehézségek vannak, akkor jobban elgondolkodik azon, hogy az életében mik a fontos dolgok. És azért az is egy nagyon fontos dolog, hogy azért van olyan, amit pénzzel nem lehet megvenni. De majd gondolom, hogy erről később is tudunk beszélgetni, csak nem akarok ide-oda kapkodni. De ez, amit mond, ez fontos jelentőségű, hogy amikor arról beszélünk, hogy hogyan viszonyulunk a pénzünkhöz, akkor ezt az alapján fogjuk megtenni, hogy milyen tapasztalataink vannak a valóság kapcsán. És én emlékszem, hogyha a saját nagymamámra gondolok, aki átélte egyébként a világháborúkat, ő már nincs közöttünk, de az ő pénzhez való hozzáállását alapvetően meghatározták azok a borzalmak, amelyek egyik napról a másikra akár mindent elvettek tőle, az ő családjától.
Ugyanakkor az én generációmat, aki pedig a háborúk után született már, és az életében nem nagyon élt át olyat, hogy valami fegyveres összeütközés ilyen érezhető közelségbe került, mint mondjuk a mellettünk lévő háború, de pedig az alapélménye az az volt, hogy alapvetően a pénz ez egy olyan dolog, ami folyamatosan rendelkezésre áll, és ezen keresztül pedig el tudjuk érni azokat a dolgokat, amiket szeretnénk, amik kielégítik a kívánságainkat vagy a vágyainkat. Tehát az, hogy milyen történelmi időszakban élünk, alapvetően mik a hétköznapi átéléseink, az meghatározza azt, hogy talán mit várunk a pénztől, vagy hogyan állunk hozzá a pénzhez, és ehhez mondjuk hozzá lehetne tenni akár olyan embereket, akik szintén párhuzamosan élnek most velünk, de mondjuk sokkal nyomorúságosabb körülmények között élnek, akár mondjuk egy háborús területnek a közepén, vagy pedig egy diktatúrának a szívében vagy a centrumában. Nyilván az ő pénzhez való hozzáállásuk is teljesen más, mást várnak tőle. Itt ugye a nyugati kultúrában a fogyasztói szemlélet, ami egészen tartható volt ezekig a megrázkódtatásokig, sokszor azt az illúziót kelthette, mint hogyha az életnek az egyetlen értelmes célja az az lehet, hogy azért halmozzuk a pénzt, hogy ezen keresztül az élvezeteket, illetve az önmagunk kényeztetését egy kicsit magasabb szintre tudjuk vinni ahhoz képest, ahol mondjuk a tegnap vagy egy hónappal korábban volt. Viszont ezek a fajta rengések, amelyek az egész világra kiterjednek valamilyen módon, valahogy lehetetlenné tették ezt a fajta szemléletnek a fenntartását, és arra kényszerítettek bennünket, hogy a gondoskodás, az előrelátás, a készülés egy olyan helyzetre, amelyet talán még nem látunk és nem érzékelünk, az a hétköznapunknak a részévé váljon. A pénzhez való hozzáállás az egyébként ma ön szerint ezeknek a fényében mennyiben változott meg a társadalmunkban? Szeretnék egy kicsit akkor sorba menni a válaszokkal. Azért azt ne felejtsük el, és távol járjon tőlem, hogy bármiféle politikát ide most behozzak, de azért vannak, akiknek megéri az, hogy háború van. És ezt én nagyon nehéz szívvel viselem. Amit említett, a mi családunk is megélte az államosítást, és azért az nem baj, hogyha vannak példa értékű emberek előttünk. Ilyen volt az én nagymamám is, aki egyébként nekünk cukorkagyárunk volt, illetve a családunknak itt a 14. kerületben, és egyik pillanatról a másikra elvettek mindenünket. A nagymamám egy gazdag hölgynek mondható valaki volt, és egyik pillanatra a másikra lett földönfutó, de hatalmas alázat volt benne, féltés a gyermekei iránt, mint például az én édesanyám, és akár ki kellett menni a földekre dolgozni, akár el kellett menni olyan emberekkel beszélni, akik ártottak, ő mindig fölemelte a fejét. És kint a földön is úgy dolgozott, hogy most ez van. És amikor menekülnie kellett a két gyerekével, akkor is azt mondta, hogy akkor most ez van, és akkor ezt kell csinálni. És ezek példák, és ezeket a példákat jó, hogyha magunk előtt tartjuk. Engem például az édesanyám a becsületre nevelt. És én azt hiszem, hogy az, hogy én a négy gyerekemet a becsületre és a tisztességre tudom nevelni, az két dolognak köszönhető. Egyrészt annak, hogy megtérhettem, másrészt pedig annak, amilyen neveltetést kaptam. És az, hogy most a pénzt valójában hogy használjuk föl, és hogy mikortól datálódik az, hogy egy embernek a gondolatai már másképpen járnak, azok lehetnek világesemények, de lehetnek akár az Istennel való kapcsolatunkból fakadó döntések és meglátások is. Tehát nyilván a világi helyzet azért befolyásolja a dolgokat. Nagyon szomorú volt látni a pandémiában, ahogy elvesztjük az embertársainkat. Nagyon szomorú volt látni, hogy elvesztik az emberek a munkájukat. Hát ott azért valóban szembe jött az, hogy ez egy kicsit azért más, mint ami eddig volt. Hogy a Habzsi Dőzsiből azért egy kicsit
kicsit gondolkozzunk már el, hogy mik az igazán fontos dolgok, és mik az igazán fontos értékek. És ja, hogy sérülékeny is? Igen, sérülékeny. Ja, hogy akkor egy kicsit másképp kell gondolkodnom? Igen, akkor egy picit másképp kell gondolkodni. Akkor nem biztos, hogy most fogja arra futni, hogy mondjuk négyszer megyünk wellness-ezni? Nem biztos. Tehát ezt be tudjuk az életünkbe úgy ültetni, hogy ebből mondjuk ne legyen depresszió, vagy stb. Igen, valószínűleg igen, és együtt tudunk ezzel élni. Nyilván most már egy kicsit tágult megint az olló, tehát nyilván most már az emberek egy kicsit felszabadultabbakká váltak. Be voltunk zárva, tehát amikor újra jöhetett úgymond a szabadság, mert ezek szerint az sem természetes annyira. Tehát ott is azért jó hálát adni mindenért, amink van. Én azt gondolom, hogy ez a végső konklúzió ebben a dologban, hogy jó hálát adni mindenért, amit kapunk, mert minden ajándék Istentől van, és ezt úgy kell felhasználjuk, hogy egyrészt megálljon az Úr előtt is, másrészt pedig felelősségteljesen gazdálkodásunkat is úgy a hétköznapokban, hogy ha jön egy újabb váratlan esemény, akkor az talán már nem fog annyira váratlanul érni, mint mondjuk a pandémia esetén, vagy a háború kapcsán, mert hogy ennek még egyébként nincs vége. Tehát még nem tudjuk, hogy hol lesz a vége. Reméljük, én imádkozom a békéért, de nem tudjuk, hogy a világi nagyhatalmak hogy és miként döntenek majd. A pénzről beszélgetünk, és említette korábban, hogy nem mindig állt úgy a pénzhez, ahogyan jelenleg hozzááll, hanem volt olyan időszak, amikor ön szerint rosszul állt a pénzhez, és ezt a rossz pénzkezelési szokást aztán felváltotta valamilyen jobb pénzkezelési szokás. Ezek szerint az, ahogyan a pénzzel bánunk, vagy ahogyan költjük a pénzünket, az egyfajta értékrendet, etikát tesz láthatóvá. Mi volt ez a rossz, és mi lett ez a jó? Sokan nézik ezt a műsort, és ilyenkor az ember úgy kicsit remek, hogy így őszintén meg kell nyilvánulnia, de azt gondolom, hogy az csak ilyen ami megosztható. Egy olyan beszélgetés, mint ez, amikor én is az Úrtól kértem el, hogy adjon hozzá bátorságot, és hogy beszéljen általam, és hogy mi az, amit elmondjak, vagy ne. Nyilván a személyes életemből én nem ítélhetek meg senki mást, én azt csak a saját életemről tudok beszélni, 33 éves koromban tértem meg. Előtte volt kártyajáték pénzben, volt cigaretta, volt szerencsejáték is, és a még korábbi életemben, én elég korán nősültem, de az azelőtti életemben aztán pedig a világpénzét képes lettem volna elkölteni. És ehhez nem is használtam mindig tiszta és becsületes eszközöket. És amikor megtértem, és amikor az Úr kegyelemben részesítette azáltal, hogy elfogadhattam az Úr Jézust a szívembe, akkor már tudtam másképpen gondolkodni, és a Biblia valóban szentírásként és tükörként volt a kezemben. És ez egy érdekes folyamat volt, mert amikor megtértem, akkor alapítottam meg a céget is. És fél napot Bibliát olvastam, és fél napot megpróbáltam ügyfelek után nézni, és nagyon sokat olvastam a Bibliát, és próbáltam tájékozódni, hogy hogyan is kell élnie egy hívő embernek. És én úgy gondolom, hogy lépésről lépésre vezet az Isten, nem mindig és mindenkit egyformán, hanem mindenkinek személyes kapcsolata kell legyen az Úrral, és személyesen kell, hogy megértse, hogy ő a saját életében milyen lépéseket kell megtegyen, akár a pénzügyeivel kapcsolatban is. Én a vállalkozásomat sem tudtam úgy vezetni, most már visszatekintve, mint ahogy akkor kellett volna. De ebben is vezetett az Isten, és olyan stratégiai döntéseket tudtam vele meghozni, ami volt, hogy 3 napos nem alvásba került, de végül is az Úr győzött, és az igéjén keresztül bátorított, hogyha ezt a lépést megteszem, ő akkor is ott lesz velem, és nem fog cserben hagyni, és ki fogja pótolni esetleg azokat a veszteségeket, hogy mindenki teljes jövedelemmel be van jelentve, hogy nincsenek fiktív számlák a rendszerben, hogy
úgy tudom élni az életemet, hogy nem kell attól félnem, hogy fölriadok éjszaka, mert mondjuk olyan dolgot teszek, ami akár még büntetendő is lehet. És ez mára már nagyon nagy erőt ad, és nagyon nagy békességet, és én senkit nem ítélek meg, és nem is ítélhetek meg, mert nem az én dolgom, hanem egyedül az Istené, de nekem nem emberek előtt kell számot adnom, hanem nekem egyedül Isten előtt kell számot adnom az életemről. És hogyha én azt mondom a gyerekeimnek, hogy éljetek tisztességesen és becsületesen, és én az én életemen nem ezt látják, akkor pusztába kiáltott szó, amit mondok feléjük. És nagyon hálás vagyok az Úrnak, hogy mind a négy gyerekemen láthatom azt, hogy megértették, hogy miről beszélünk a feleségemmel nekik, mire próbáljuk őket nevelni, mire próbáljuk őket tanítani, mert már az ő személyes életükben is köszöntek vissza olyan példák, hogy én titokban szinte még sírtam is, amikor elmeséltek egy-egy történetet, és nagyon hálás voltam Istennek, hogy ez a gyerekeim szájából hallhatom. És hogyha még egy személyes gondolatot megenged, az egyik gyerekem egy közös foci után a garázs előtt odafordult hozzám, és megkérdezte, hogy apa, megéri? Mert nagyon sok volt az adósságunk, nagyon sokat kellett dolgozni, volt, hogy 16 órákat, és látta rajtam, hogy ahhoz, hogy én az Isten mérlegén megálljak, ahhoz nekem sokkal többet kell nyújtanom, sokkal többet kell tennem. Egyrészt lelkileg, másrészt fizikailag, harmadrészt szellemileg, és folyamatosan csak azt látta, hogy azért dolgozom, hogy az adósságokat, meg a kölcsönöket fizessük vissza, és hogy nagyon nagy terhet jelent, és sokszor látott keserűnek is akár, vagy talán reményt vesztettnek is, vagy azt látta, hogy apa fáradt. És akkor, amikor ezt a kérdést feltette nekem, akkor bennem megfogalmazódott, hogy nekem ez egy fő célkültűzésem lesz az életemben, hogy egyszer le tudjam ültetni a négy gyerekemet, és azt tudjam nekik mondani, hogy megérte. Mert Isten segítségével minden adósságunkat, kölcsönünket visszafizettük, én még élek, mert hogy most bizonyságot teszek itt előttetek. És azt szeretném, hogyha ti ebből példát merítve, ugyanígy, ha nehéz helyzetbe kerültök az életbe, akkor egyedül az Istenbe vessétek a bizalmatokat, mert megéri. Az, amit hangsúlyoz, abból egyértelműen látszik, hogy nyilvánvalóan a keresztény életnek van egy következménye, arra nézve, hogy többek között akár az ember a pénzével, magával hogyan bánik, és a pénzzel való bánásmódban egy teljesen másfajta szempont mutatkozik meg. Nemrég ünnepeltük húsvétot, és a húsvéti kereszthalál, illetve a krisztusi feltámadás, az tulajdonképpen a keresztény ember életének az alapja, amivel Krisztus maga megvásárolja a mi életünket. Sokféleképpen értelmezi a Biblia magát ezt a kereszthalál, de van egy olyan képi megjelenítése, vagy közelhozása, mint egy üzleti tranzakció. A bűnnek a nyomorúságát Krisztus megvásárolja a saját vérén, a saját életén keresztül. És sokféleképpen lehet ezt értelmezni és magyarázni, többek között, hogyha gazdasági nyelvre szeretnénk lefordítani a húsvétnak az üzenetét, akkor azt tudnánk mondani, hogy ez egy pazarló gazdasági vállalkozás, ami nem éri meg, mert nincsen haszon, vagy a haszon nincsen arányban a befektetéssel, ami Istennek magának az élete. De Istennek mégsem a hozam volt a lényeg ebben az áldozatban, egy matematikailag leírható hozam, hanem itt van egy olyan szempont, ami felülírja ezt az egészet, mégpedig nem más, mint a szeretet. Hogy meg akar változtatni, és az emberi életnek a megváltoztatása az nem egy matematikai vagy gazdasági tranzakció, hanem az a legnagyobb pazarló áldozat, ami az egyedüli dolog, ami a mi életünket megváltoztathatja, és ami a keresztény embernek az életét, a nyomorúságát kifizetheti az Istennel szembeni tartozásban. És ennek lesz a következménye az, hogy a keresztény ember felszabadul
arra, hogy igazából ezt a hálát, vagy ezt a nagylelkűséget tükrözni tudja többek között a pénzhez való hozzáállásban is. És amit a felvezetőben hangsúlyoztam egyébként, ez megdöbbentő adat, sokszor még talán a keresztényeknek is, hogy a pénz az alapvetően azért egy nagyon fontos helyet foglal el Jézusnak a prédikációiban. Fontosabb helyet foglal el, mint az imádság vagy a megbocsátás. Ez elképesztő, de ez egy tény, ami a Bibliában benne van. És azért van ez így, mert a pénzhez való hozzáállás talán minden másnál közelebbi bepillantást enged a szívünk állapotába, mégpedig abba az állapotba, hogy a mi bizalmunk az elsősorban kié. Az Istené, akiről hisszük, hogy a világnak a teremtője, és a keresztényként hisszük, és ebben az uralomban élünk, akkor ugye ebből, ennek van egy következménye is, mégpedig az, hogy igazából rádöbbenünk arra, hogy minden, amink van, az végső soron nem a miénk, hanem az Istené. A Biblia hangsúlyozza azt, hogy semmit nem hoztunk erre a világra, és ez a milliárdosokra meg a szegényekre ugyanúgy vonatkozik, és semmit nem tudunk elvinni ebből a világból, legfeljebb az Istennel való kapcsolatunkat, a vele való állapotunkat, és ebben a születés és halál közti időszakban, amiben birtokoljuk a pénzt, vagy használjuk a javakat, megmutathatjuk azt, hogy kinek adjuk oda elsősorban a bizalmunkat. Az Istennek, mert tükrözzük az ő nagy lelkűségét olyan helyeken az életben, amely elsősorban talán nem ige hirdetési területnek tűnik, vagy pedig tükrözzük azt, hogy magunkban bízunk, és ezért a saját elképzeléseinkre, vágyainkra próbáljuk meg fordítani a pénzünket. Nyilvánvalóan ez egy nagyon leegyszerűsítése a dolgoknak, mert itt vannak azért egyébként ilyen összefonódó területek, amiben a keresztények is sokszor küzdenek, hogy hogyan lehet az Isten dicsőségét felmutatni a pénz kapcsán, vagy pedig a nem keresztények is küzdenek, hogy azért mégis hogyan lehet egy olyan tisztességbe megmaradni, amiben a lelkiismeretük talán nem vádló módon, meg az adóhadóság nem vádló módon állott mögöttük. Ön szerint mi a legnehezebb a pénzzel való bánásmódban ebben a mai környezetben, amiben élünk, és mi a legnagyobb kísértés? A hit cselekedetek nélkül halott. És mink van, amit nem kaptunk. Cseri Kálmán mondta egyszer, hogy a koporson nincsen tetőcsomagtartó. Tehát, hogy nem tudunk semmit magunkkal vinni. De egy kicsit, ha megengedi, visszautalnék az elejére, amit mondott a húsvét és a megváltás. Ugye, amikor valamit ingyen kap az ember, legyen az egy termékminta, vagy gondolhatunk itt egy hirtelen jött ajándékra, akkor azt ugye elfogadja, és megy elébe, és nyújtja a kezét. És mi mennyit fizettünk ezért a kegyelemért, hogy az Úr Jézus feláldozta magát a kereszten? Semmit. Ingyen van, és mégse kell. De ugyanakkor meg hajlandóak vagyunk milliókat fizetni másra. És ott van az ingyen kegyelem, ami az örök élet. És az meg nem kell. Nagyon nagy kísértés a pénz. Sok példa van a Bibliában egyébként erre. Nekem az egyik pozitív példa az, amikor a vámszedőt elhívja, és csak annyit mond, hogy kövess engem. És ő ott hagyja a pénzváltók asztalát, mert fontosabb volt neki az Úr, mint a pénz. És ott van az a nagyon megdöbbentő példa a gazdag emberről és Lázárról, a koldusról. És azt írja a Szentírás, hogy a gazdag ember pompában, minden nap, bíborban, és mindent megadott magának. És a koldus meg csak úgy várta, hogy leessen egy-egy morzsa, és a sebeit a kutyák nyalogatták. És aztán meghal a koldus, és az angyalok elviszik Ábrahám kebelére. És meghal a gazdag, és az örök kárhozatba a tűzbe jut, és fölkiált. És ennek az egésznek a konklúziója az, hogy legalább a testvéreimnek mondjátok meg, üzenjétek meg, vigyétek el a hírt, hogy ők ne így éljenek, mert ide fognak jutni. És ez számomra egy nagyon elgondolkoztató, vagy a gazdag ifjú esete. Én mindent megteszek, és Jézus csak annyit mond neki, hogy jó, akkor menj el, add el minden vagyonodat, és kövess engem. De ez nem megy.
ez már neki nem megy. Ja, hogy a pénzemet is? Azt már nem. És hátat fordít, és ott hagyja. Vagy Anániás és Szafira esetében. Mit mond neki Péter? Veszem-e a pénzed veled együtt? És én megdöbbentő, hogy ott összeesik és meghal. Mert nem embernek hazudott, hanem Istennek. És a pénzünknek a felhasználása, senkit nem szeretnék megbotránkoztatni, vagy senkit nem szeretnék megijeszteni. Itt nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy ha már Istennel járunk, akkor már tudunk nem vétkezni. Akkor már tudjuk másképp beosztani. Akkor már tudunk másképpen gondolkozni. Isten szerint valóan, mert a forgatókönyv ott van, le van minden írva, nekünk nem kell új szabályokat alkotnunk, hanem egyszerűen csak komolyan kell, vagy kellene vennünk. Könnyű? Nem. Dehogy is könnyű. Én is tudom minden nap megtenni, ugyanúgy, mint ahogy szeretném. Van, hogy elbukom. De az Úr 70-szer-7-szer is felsegít. És tudom, hogy újra felfog, viszont én hálából szeretnék neki élni. És pontosan ezért van az, hogy akár nem is vállalunk el minden munkát, mert már nem a pénz van az első helyen, úgymond, hanem én nekem elszámolási kötelezettségem van, de elsősorban nem az adóhivatal felé. Persze oda is elszámolási kötelezettségem van, mert egy hívő keresztény vállalkozó nem teheti meg, hogy nem fizet adót. Hiszen akkor hogy mutat példát? Hanem elsősorban az Isten felé van elszámolási kötelezettségem. De ő végig fogja nézni az összes könyvelésemet. Nem lehet előre elrejteni semmit. És természetesen ott van a kísértés. Itt a műsor előtt beszélgettünk a pandémiáról, hogy amikor tényleg úgy volt, hogy teljesen összeomlik a cég, és volt egy olyan jelkép, amivel megkerestek, hogy egy bizonyos vállalatnak gyártsunk valamit, és nagyon kellett a bevétel. És árgus szemekkel figyeltek a kollégáim, hogy most mi lesz, hogy lesz a döntés. És végül azt mondtam, hogy nem, felhívtam tisztelettel, aki megkeresett bennünket, és azt mondtam, hogy én református presbiterként én nem tehetem ezt meg. És mindenki így nézett rám, és ugye itt jön be az, hogy hol tudunk megállni itt az Isten mérlegén, és hol tudunk megállni világi értelemben, mint üzletemberek, hogy egyrésztről nem mondják azt, hogy az egy lúzer, hogy azért tiszteljenek, azért komolyan vegyenek, másrésztről meg patika mérlegen kell megálljunk az Isten színe előtt, és hogy ezt a kettőt hogy tudjuk egymásba fésülni. És ami nagyon-nagyon jó volt, hogy azon a héten 4 másik megrendelést kaptunk, ami majdnem hasonló értéket tett ki. És ez egy bizonyságtétel volt akár a kollégáim felé is, akiket én nagyon szeretek és nagyon igyekszem megbecsülni, mert nagyon fontosnak tartom az ő munkájukat, és mindig az ő fizetésük az első. Nincs olyan hónap, hogy másra költenék először, mint az ő fizetésükre. És volt olyan, amikor a dédnagyapámtól örökölt arany zsebórát és a nyakamban lévő láncot vittem az aciba, mert nem tudtam fizetést adni. De abból már igen. Nem tudtam, hogy ki tudom-e majd váltani. De az Úr mindig megadta, hogy aztán x idő múlva, még a 3 hónapos lejárat előtt ki tudtam váltani. És az azért volt jó, mert legközelebb is mehettem vele újra. De számomra ez mindig is etikális és becsületbeli kérdés volt. Hogy a kollégáim igenis nagyon fontosak, mert együtt húzzuk a szekeret, és a pandémia óta van egy úgynevezett hétindító a cégnél, minden hétfőn megkérdezem a kollégáimat, hogy hogy vannak, mert érdekel, és utána imádkozom. Értük is, hogyha éppen nehézségeik vannak, és hálát adunk az elmúlt hét ajándékaiért, előre megköszönjük már, amit a héten kapunk, és kérjük, hogy az Úr építse a házat, és ő tegye a téglákat a helyére. Azt hiszem valahogy így. A pénz értéket képvisel, és a legfontosabb kérdés az nem az, hogy szükségünk van-e értékekre az életben, hanem az, hogy milyen értékeket gyűjtünk. És Jézus, amikor beszél a pénzről, egyszer azt mondja, hogy gyűjtsünk olyan értékeket, amelyek nem tűnnek el, amelyek nem mennek tönkre, amelyek nem inflálódnak el, amelyet nem lehet ellopni, amelyet az idő nem tesz tönkre.
És itt, amikor keresztjén és nem keresztjén pénzkezelési szokásokról beszélünk, ugye a legelején már ezt említette, az alapvető különbséget, cél vagy eszköz. Céle az, hogy a mulandó és átmeneti érték határozza meg azt, hogy mi hogyan éljük a hétköznapjainkat, hogyan viszonyulunk ahhoz a bankóhoz, ami ott van előttünk, vagy pedig egy eszköznek tudjuk ezt tekinteni. Nem azért, mert mi lemondunk az értékekről, hanem azért, mert hisszük és valljuk azt, hogy vannak olyan értékek, amelyek túlmutatnak azon, amik előttünk vannak, és a fizikai látható pénzzel egyébként nem csak átmeneti, mulandó javakat lehet vásárolni, hanem lehet örökkévaló javakra is szert tenni, csak ezekhez egy másfajta életet, egy másfajta működést, egy másfajta etikát és egy másfajta hozzáállást kell megvalósítanunk, amiben egy rendkívül fontos szerepe van az adakozásnak. Nagyon érdekes, hogy amikor a Biblia arról beszél, hogy gyűjtsünk örökkévaló kincset, múlhatatlan értéket, akkor ezt azon keresztül tesz érthetővé számunkra, hogy ne megtartsuk és besöpörjük az egészet magunknak, hanem adjuk oda, és annak az értéke nem hogy kevesebb lesz, hanem megsokszorozódik az emberi életnek a folyamatában. Ön mit gondol, hogy keresztényként mi a jelentősége az adakozásnak a személyes életben? Ugye a Biblia meg is határoz, akár az Ószövetségben konkrét mértéket, akár tizedet is. Mennyire kell ezt komolyan vennünk? Ami egyébként az Új Szövetségben már nincs meg. Tehát ez is egy nagyon érdekes dolog, hogy az Ószövetség ott konkrétan mondja el, és Isten elmondja, hogy miből adjunk tizedet, meg hogyan, meg miként, de az Új Szövetség ilyen konkrét utalást nem tesz. Viszont Jézus elmondja az erre vonatkozó tanításokat, és hát parancsba is adja tulajdonképpen, hogy a nincsteleneken rajta legyen a szemünk. Ez egy nagyon fontos dolog, és egyébként amit mondott, hogy valóban ne a földön gyűjtjük a kincseket, hanem a mennyben, mert itt megrágja a rozsda és a moly, a mennybéli kincseket meg nem dézsmálja meg. És ezek a mennybéli kincsek azok, amiket ugye nem tudunk pénzzel megvenni, ilyen például a megváltás. Nem tudjuk pénzzel megvenni. A megtérést sem lehet pénzzel megvenni. Mindenkinek a személyes harca, mindenkinek a személyes elfogadása. De hogy a konkrét kérdésre válaszoljak, én nagyon fontosnak tartom az adakozást, és ebben is olyan jó az a példa, amikor Jézus nézi a templom előtt, hogy ki mennyit dob a pershelybe, és jönnek a gazdagok, és dobálják bele a sok pénzt, és jön az özvegyasszony, a szegény özvegyasszony, és a két fillérjét beledobja. Csak az a különbség a kettő között, hogy amíg a gazdagok a feleslegükből adtak, addig az özvegyasszony az összes vagyonát odaadta. És itt akkor meg is állhatunk, mert ennél beszédesebb példára nincs is szükségünk. És itt most nem feltétlenül úgy kell ebben gondolkozni, hogy van 300 ezer forintom, amit kapok egy hónapban, és abból 30 ezeret, most akkor hova adjak most gyorsan, hova tegyek, mit csináljak vele. Az Úristen ezt meg fogja mutatni, ezt ki fogja munkálni. És lehet, hogy most 25, lehet, hogy 32, nem számszerűsítjük ezeket a dolgokat. Nekem is, hogyha valamit mutat az Úr, lehet, hogy én arra gondoltam, hogy hát most ebben a hónapban ide vagy oda adakoznék, és akkor jön az Úr, és azt mondja, nem, mert most ennek máshol van a helye. A másik, a felelősség kérdése is felmerülhet. Én sokat gondolkoztam azon, hogy ha az embernek adóssága van, akkor is fizessene tizedet, vagy ne. Mert hogy tulajdonképpen a más pénzét adom oda. De utána rájöttem, hogy hát nem nekem kell ugyanazt is majd visszapótolni. Tehát, hogy ez nem ment föl, úgymond, az adakozás alól, és nem ment föl az alól, hogy észrevegyük más szükségét, és én nagyon-nagyon szeretek adni, sokkal jobban szeretek adni, mint kapni, és olyan jó, hogy hálás lehetek az Istennek, hogy ezt többször megtehettem, és nem is emlékszem már
arra, hogy, és nem is számolgatom, mert nem, és olyan jó az is, amikor van egy vállalkozói biblia körünk, és év végén, na hát akkor ez nekünk egy társadalmi felelősségvállalás, hogy most akkor adjunk, és dobjunk össze. Jó? Jó. Tehát, hogy, és olyan jó volt, hogy most évvégén is 10 családnak tudtunk hozzájárulni a karácsonyi készülődéséhez. És hálásak voltunk, és boldogok voltunk, hogy ezt megtehetjük. És amit adsz, azt előre határozd el a szívedben. És add oda jó szívvel. És az Úristen úgyis ki fogja pótolni, hogyha te hiány szenvedsz majd valamiből. Nagyon érdekes, hogy ugye vállalkozó, és hogy te vállalkozó is kaphat segítséget, vagy adományt. És amikor azt láttuk, vagy látták, hogy milyen mélyrepülésben vagyunk, akkor volt, hogy én kaptam. És akkor a büszkeség, hogy na ne, ne nekem nem, nem, köszönöm szépen, nekem nem. És akkor így, hol a hited? Hát ezt valaki megimádkozta, hogy neked adja, akkor nem fogadod el? Hát ha az Úr küldte, nem fogadod el? És meg kellett hajtanom a fejemet. És ez lehet, hogy mondjuk 100 olyan eset van, amikor én tudok adni, és egy olyan eset van, amikor én kapok, de akkor azt tudjam alázatos szívvel elfogadni, azt a 100-at meg tudjam jó szívvel odaadni. Azt hiszem, hogy nagyjából ez így néz ki ez a dolog, és én nem is tudnám már elképzelni az életemet, hogyha én megfosztanám a pénztárcámat másoktól, úgymond. Tehát, hogyha valakinek szüksége van, de egyébként egy nagyon fontos, kardinális kérdés szerintem az, hogy aki a saját családjára gondot nem visel, az rosszabb a hitetlennél is. Tehát, hogy nekünk azért elsősorban, tehát amikor, hogyha én a 4 gyerekem közül mondjuk azt látom, hogy valamelyikük hiányt szenved, én nekem ott kell állnom, és nem feltétlenül úgy, hogy most akkor a kezébe adok egy rakáspénzt, hogy akkor csinálj vele, amit akarsz, hanem mi a szükséged? Mi az, amiben tudok neked segíteni? Mit tudok neked megvenni? Mit tudok neked én a saját javamból adni? És itt nem arról van szó, hogy szolgáltassuk ki az örökséget előre, meg stb. Hanem álljunk oda mellé, és érezze azt, hogy fontos a számunkra. És én így vagyok vele a feleségemmel együtt, hogy azt szeretnénk, hogy érezzék, hogy ők nagyon fontosak a mi életünkben, és hogy mindig számíthatnak ránk. De ugyanígy a gyülekezeti életben is. Nem? Most van, aki eljön vasárnap istentiszteletre, bedobja a persejbe a kis adományát, és akkor köszönöm szépen, letudtam az Istennel való kapcsolatomat is, meg az adakozást is. Ez nem így van. És pont édesanyámmal beszélgettünk, egyik vasárnap jött egy, megálltunk egy piros lámpánál, és jött egy gyuri ember, és ott kéregetett. És akkor úgy bekattant nekem, hogy be fogok készíteni a kocsiba egy igét. És az ige hátoldalára rá fogok tenni egy bizonyos összeget. És ezt együtt fogom így odaadni. Hát ha. Soha nem lehet tudni. De hogy én ezt szeretném megcsinálni, mert hogy az, hogy most adunk neki valamennyi pénzt, jó, adunk, mert most talán a lelkiismeretünk az diktálja, hogy látjuk, és akkor valamire elkölti, hát azért nagy részben tudjuk, hogy mire. De ha ott van az ige, az már az ő felelőssége, hogy azzal mit kezd. Eldobja. Jó, de akkor lehet, hogy valaki majd felveszi, akinek majd fontos lesz. Vagy nem dobja el, és lehet, hogy beteszi a belső zsebébe, és egyszer, amikor nagyon rossz lelki állapotban van, akkor eszébe jut és előveszi. És lehet, hogy utána leteszi a poharat. Nem tudom. Csak hogy ezt lehet így párosítani is szerintem. A pénzről való beszéd a Bibliában elsősorban nem gazdasági kérdés, hanem lelki kérdés, amely megmutatja azt, hogy mennyire vagyunk közel az Isten tervéhez, és mennyire kívánjuk egyébként azt, amit mi átéltünk, személyesen tükrözni és láthatóvá tenni mások számára. És éppen ezért az adakozás nem korlátozódik mondjuk egy gazdasági állapothoz, vagy gazdagokhoz, vagy szegényekhez, hanem mindnyájunkat Isten arra hív, hogy adjunk vissza mindabból, amit tőle kaptunk, és ez az adakozásunk legyen olyan mértékű, hogy a szívünk tudja követni az Istenhez való
odaszántságunkat, tudja követni azt, hogy sokkal értékesebb maga az Isten, mint bármi, amit azon a pénzen megvehetünk. Így bíztatunk és bátorítunk mindenkit az adakozásra, különösen keresztényeket is, hogy használva a mi pénzünket, tegyük láthatóvá az ő nagy lelkűségét. Ha megengedi, akkor végére itt egy igét felolvashatok? Hogyne, köszönöm. Ugye, amiről beszéltünk, hogy gyűjtsünk kincseket, ezt így gondoltam így a végére, mert ez annyira beszédes, hogy akkor konkrétan a Máté 6.19.21 így elhangozzék. Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, ahol a moly és a rozsda megemészti, és ahol a tolvajok betörnek és ellopják, hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben, ahol sem a moly, sem a rozsda nem emészti meg, és ahol a tolvajok sem törnek be, és nem lopják el. És itt jön most a kulcsmondat, amit az előbb is említett, mert ahol a te kincsed van, ott lesz a te szíved is. Az, hogy hova adjuk a pénzünket, sokkal többről szól, mint egy gazdasági kérdés. Ez egy világnézeti kérdés, ez egy hitbeli kérdés, ez egy bizalmi kérdés, és a Biblia arra bátorít bennünket, hogy támogassuk a mi gyülekezetünket, támogassuk az egyházat, támogassuk azokat a személyeket, akik életében a pénzen keresztül is láthatóvá tudjuk tenni azt a nagy lelkűséget, amit mi keresztényként átéltünk a krisztusi szabadításból. Köszönöm, hogy erről beszélgethettünk, és köszönöm önöknek is, kedves nézőink, a figyelmüket, kollégáim nevében is búcsúzom, áldás békesség!